Amikor Szent Máté leírja ezt a nagyon fontos történetet, akkor már jószerivel az egész akkor ismert, hát akkor még nem Európának nevezett földrészen hirdették, hogy Jézus a Messiás. Ez volt az alapigazság, amit mindenkihez próbáltak eljuttatni. Most azonban még nincs itt ennek az ideje. Szent Máténak a visszaemlékezése részben tartalmazza azt a jövőt, amiben már benne élnek, amikor megírja ezt az evangéliumot, de egy kicsit úgy is ír, mint akik most élik át először mindezt, mert nagyon eleven az élmény, ennek a sajátos indulásnak az élménye, mert hát az indulás képei vannak ebben az evangéliumban, és a folytatás képei. Nagyon sokszor emlegetjük, mert sokat szerepel az evangéliumokban ez az indulás, az utolsó jeruzsálemi zarándoklat indulása. Nagyon fontos, hogy ez a nagy valószínűséggel harmadik, mert ugye tudjuk a zsidók szokásaiból, vallásos szokásaiból, hogy évente kellett zarándokoljanak Jeruzsálembe. Ez egy hosszú utat jelentett, mert Jézus többnyire Galileában élt, és ennek is most az északi részén, a Jordán forrás vidékén vannak együtt a tanítványok, és indulnak majd Jeruzsálem felé. Egy ismerősnek tűnő út vár rájuk, többször megjárták. Nem csak Jézussal együtt, ezek a tanítványok Jézus előtt is, mielőtt Jézushoz csatlakoztak volna, vallásos zsidók voltak, akik a maga közösségével végigjárta ezt az utat. Minden pontját ismerték. Egy eléggé meghatározott út volt, ez nagyon szép útvonal, mert a Jordán forrás vidékétől elindultak a Jordán mentén, nagyon szép ez a völgy, mondják, akik hát jártak a Szentföldön, és hát Jeruzsálem környékén, amelyik hát a Jordántól nyugatra feküdt, tértek ki ebből a völgyből és mentek Jeruzsálem felé. Ez egy nagyon jól kiépített zarándok útvonal volt. Ismerős tájak, ismerős épületek, és hát talán még ismerős emberek is voltak az úton, akik évről évre mentek Jeruzsálem felé. Tehát az indulásnál elképzelték egy kicsit azt a jövőt, amiről úgy gondolták, hogy minden részletében ismerik már. Talán különleges esemény nem is várja őket, a megszokott dolgokat várták. Talán fontos is ez. Ahogy öregszünk, hát egyre inkább megtapasztaljuk azt, hogy az ismerős dologban van a legtöbb ismeretlenség és meglepetés. Amikor Szent Máté mindezeket leírja, ő már világosan erre emlékezik, hogy vártak valamit, ami ismerősnek tűnt, de ugyanakkor az indulás várakozásában benne volt az is, hogy itt azért meglepetések érhetik őket. És aztán hát, mikor Szent Máté leírja ezt a történetet, és már húsvét fényében ragyog minden, akkor már világosan tudja, hogy ez az út tartogatta számukra a legtöbb meglepetést és a legnagyobb meglepetést, a felülmúlhatatlan meglepetést, húsvét történetét. De mindennek még előtte vannak, és Jézus készíti egy kicsit őket erre az útra, amelyikben hát, mint ismétlen, az ismerős tájakat, embereket és egy kicsit az eseményeket is várták, egy kérdést tesz fel nekik, amelyik hát a múltra vonatkozik. Kinek tartanak engem az emberek? Azok az emberek, akik most már nyilvános működésem óta ismernek. 3 éve itt vagyok ebben a világban, néha visszavonultan, de nagyon sokszor tömegekhez szólóan, és hát főleg veletek együtt, jószerivel, nincs persze, amikor ne lennénk együtt. Jézus számára csak az imádság ideje az, amikor visszavonul, és nincs ott a tanítványokkal. És hát ezért nagyon fontos a sokféle ember, sokféle válaszának elsorolása után a tanítványokhoz intézett kérdés. Emlegetjük mindig, hogy Péter nagyon pontos választ ad. Nem is lehetne pontosabbat adni, de Jézus maga is hangsúlyozza, hogy ez még nem Péter válasza.
különös dolog az ember, néha elképesztő pontosan tud beszélni olyan dolgokról is, amiket még nem vett teljesen birtokba. Valójában hát ilyen az életünk, ha csak arról beszélnénk, amit pontosan tudunk, akkor némán telnék az életünk. Mit tudunk mi emberek pontosan, főleg lényeges dolgokban. De nagyon fontos azt megérteni minden olvasónak, ezért írja le Szent Máté mindezeket, az egy kori vámos mindezeket, hogy ezek a válaszok aztán kibontást igényelnek. Mert ugyan mondja Péter, hogy te vagy a Krisztus, a Messiás, az élő Isten fia. De ezek nagyon súlyos fogalmak. Ezeket Péternek és a tanítványoknak kell majd tartalommal megtölteniük. És ebben a megtöltésben ez az utolsó jeruzsálemi zarándoklat rendkívül fontos lesz. Olyan dolgok történnek velük ezen az úton, amik felülmúlhatatlanok, amik egész életüket meghatározzák. Ők persze még nem tudják, mikor mindez történik, és hát Máté is csak azért sejteti, mert hát mindez már a beteljesülés ideje után íródott meg. És nagyon fontos az a rövid kis folytatás is, egyes teológusok szerint Jézus itt alapítja meg az egyházát. Azt a közösséget, amelyik úgy foglalja össze az embereket és gyűjti össze, hogy érzik az együttlét előnyeit, értelmét, jelentőségét, hogy veszélybe kerülnek, ha elhagyják ezt a közösséget, de ugyanakkor ebben a közösségben, amelyik talán tömeggé is növekedhet, mindenkinek megmarad az egyéni, személyes felelőssége. És hát így lesz most ennek az útnak a folytatásában is. Nagy részt olvastuk már a folytatást a nyári vasárnapokon, amikor minden tanítványnak ezen a közössel megtett és kívülről talán egy testként megtett utazásban a maga feladatait kell megoldani. Az ismerős tájban, emberekben a maga felfedezéseit kell megtenni, és hát tudjuk nagyon jól a húsvéti történetekben, húsvétot is, annak a kimeríthetetlen gazdagságú titkát mindenkinek a maga módján kell majd nem hirtelen, hanem emberre szabott sebességgel birtokba venni. Sokat elmélkedtünk erről a húsvéti időben, Jézus megadja a lehetőséget Szent Jánosnak, aki meglátja a lepleket a sírban és hisz, Tamásnak, aki kételkedik, mindegyiknek a maga módján nyitja meg az egyre teljesebb valóságot. Az indulás képei ezek tehát, amik fontosak a folytatás szempontjából is, és hát itt most vasárnap reggel érdemes nekünk is meggondolni, hogy minden a napunk indulási képe fontos lenne. Szent Benedek, aki szinte aprólékos pontossággal szabályozza a szerzetesek napirendjét, nagyon nyugodt reggelt határoz meg, ahol mindenkinek, a közösségben, nagyon szoros közösségben élő szerzeteseknek módjuk van együtt menni, együtt lenni, egy-egy szép, ugye Pannonhalma most ünnepli a templom szentelés évfordulóját, egy 13. századi templomban, ahol majd bevilágít aztán a keleti nap, amikor kezd fölkelni, de ugyanakkor mindegyiknek, minden szerzetesnek magának kell elképzelni azt a napot, ami következik. És hát Szent Benedek nem csak a szerzeteseknek írja, mindenkinek, hogy el kell egy kicsit képzelni reggel a napot, ami következik, ami sok apró részletében tényleg előre látszik. Talán néha nagyon is pontosan úgy érezzük, hogy egy rutin nap következik, nincs is kedvünk sokszor elkezdeni, ismétlődnek a dolgok. De pont ez az evangélium figyelmeztet bennünket, hogy az ismétlésben lesz a legtöbb meglepetés. Hogy miközben magunk elé állítjuk azt a napot, amelyik előttünk van, kiszámítható részleteivel, készek vagyunk Isten meglepetéseit is fogadni. És sokszor talán azon a napon érkezik a legtöbb meglepetés,
amit a leginkább kiszámíthatónak gondolunk. A tanítványok elindulnak Jeruzsálem felé nagy rutinnal, Jézussal is már a harmadik zarándokot, és ezen éri őket a legnagyobb meglepetés, húsvét meglepetése. És hát tulajdonképpen, amikor egy kicsit megpróbáljuk tudatosan kezdeni a napunkat, és ez a vasárnap talán erre ösztönzés is legyen, talán egy 10 perccel korábbi kérdést jelent csak mindennek a megoldása, akkor gondoljunk arra, hogy jó, látjuk mi előre a napunkat, de azért minden napban benne vannak húsvét meglepetései, csak észre kell venni őket. Hogy befejeződik ugyan majd a napunk, jószerivel tudjuk előre, hogy hogyan lesz vége, de ugyanakkor minden végben kezdet rejtezik. És akkor talán nagyobb kedvel indulunk neki a napnak, és talán egész nap jobban érezzük magunkat, mert hiszen hát Jézus éppen örömünket akarta teljesebbé tenni.